kívánok mindenkinek. Tűzi Péter vagyok, és ma este én fogok beszélgetni Nyerges Gábor Ádámmal. Legújabb kötetéről, ami ugye még nem jelent meg, a Szilárdi szimfóniáiról, és ami furcsa módon egy novellás kötet. Ugye már tőled eddig két verses kötetet forgattunk kézbe, a Leérzéstenítést és a Szenvedés kórhó. Az első kérdésem arra vonatkozna, hogy miért nem tette, úgyhogy ezután novellákon ész. Nem most döntöttem úgy az igazság, hanem a nulladik pillanattól kezdve a versek mellett rögtön prózákat is írtam, és tényleg novellás kötetnek indult a dolog, és aztán valahol, hogy nagyjából a megírás egyharmadánál a dolog átváltott egy ilyen regényszerű valamibe. Én máig örülődöm rajta, hogy ez hogy az most regény vagy novellás kötet, de végül regénynek forta ki magát. Ez tulajdonképpen már a kézirat sorsából adódott úgy, hogy ez nem nagyjából az első verses kötetemmel egy időben jelent meg. Tehát én hivatalosan szeretem magamról azt terjeszteni, hogy nem költő vagyok, aki most neki állt hozzát írni, hanem ilyen két laki szerencsétlen, aki mind a két ünnepben próbálgatja magát. Akkor most bevezetőnek a pár verset az egyik kötetekből? Ez a harmadik riád, amikor nem akarja először elvállalni a posztot, tehát hogy akkor, ha már ilyen szépen kéred. Nehéz ügy egy első verses kötetből választani, mert ezt az ember általában már megutálja, miután kijön a második. Kettőt hoztam a helyi érzéstelenítésből. Az a címe, hogy Tavincsál úgy. Ez egy nemzeti dalocska, nem direkt volt 23. a közelére időzítve, de így alakult a dolog. Ne nézz föl, látod, beázunk. Alattunk rossz a földelés. Kiszáradt vízben halászunk, lefeküdt minden fölkelés. Résen legyünk és vigyázzunk, múlt és jövendő nem kevés. Ne gyászold el, a mi gyászunk télire eltett tettetés. Üres nájlonzacskó a kincstár, a maradék kenyér sincs már. A javát kiköptük, hánytuk, aki mégis adna, bántjuk. Inkább szaglász, tapintsál úgy, hogy higgyünk, hogy látjuk. Félkezes lapozás következik. Lehet itt körülbelül hallani, amikor mi itt értekezünk? Úgy veszem, hogy többé-kevésbé igen. Én nem hallom, hogy ti halljátok el, de csak reménykedem. Falról falig, férfias fal. Mi olyan férfiak vagyunk, akik bátran kutyák szemébe néznek, ha nem túl nagyok és fekszenek. Olyanok, hogy a zsebünkben kardá lesz a toll. Olyan férfiak, hogy a szavunkra megszűnik a csend. Olyan férfiak, hogy földig ér kezünkben a bevásárló szatyor. Olyan férfiak, hogy lóg a szélben a hajunk, legtöbbször a szemünkbe. Olyan férfiak, hogy felénk így szendenek a többiek. Olyan férfiak, hogy egy csavarásunkra víz jön a csapból. Olyan férfiak, hogy előttünk megnyílnak a fájlok. Olyan férfiak, hogy túlát viszünk fantához. Olyan férfiak, hogy néha ránk néznek a nők, vagy legalábbis abba az irányba. Mert mi olyan férfiak vagyunk, hogy még romtalanításkor sem mernek kirakni hosszabb időközökre. Olyan férfiak, hogyha egyedül maradunk, a fal adja a másikat. Hoztam kettőt a Szenvedés kórhóból is, ez tavaly nyáron jelent meg. Petőfi Vátesként a jövőbe tekint enyhe idegenkedéssel. Egy gondolat bánt engemet, hogy túljad a vadvirág lelkemet, majd írhatnék ilyen verseket, hogy egy gondolat bánt engemet. Hogy a férgek lebontván a sejteket, majd engem rágnak szennyhelyet. Egy gondolat bánt engemet, hogy Sándor helyett Szilveszter legyek, s mint látod, amottan a dög legyek. Egy gondolat bánt engemet, az özvegyi fátylag, ha feltelek, majd emiatt eldobni nem mered. Egy gondolat bánt engemet, hogy mi van, ha párnák közt kedvesebb, mint nem látni többé a gyermeket. Egy gondolat bánt engemet,
hogy Dolby írójához elküldött lelkemet, ő majd megtartja, s benne, mint fekély, megrekkel. Egy gondolat bánt engemet, hogy minden csak harsog, de nem pereg, s mégis nem harsogni nem merek. Egy gondolat bánt engemet, hogy sírjai, ha domborulnak is, csak fejünk veszett domboroknak a végső fekhelyek helyett. S a dimáron az bánt a legjobban engem, hogy még most is a farkasok dalát zengem, hogy újra csendesek a föltámadott tengerek, hogy talpon a magyar, s híg a haza, hogy könnyű a föld, de már túl laza. Egy gondolat bánt engemet, hogy majd korommal együtt eltelek, hogy már most múlt időben verselek. Egy gondolat bánt engemet, hogy hülye bölcsészek fejtenek, hogy mind tanult, de elfeled. Egy gondolat bánt engemet, hogy bár elfben nem lehet, mint faszt dugnak a számba elveket. Egy gondolat bánt engemet, hogy ha a pinbe egyszer elmegyek, ember legyek, és nem lelet. De leginkább azért mégis csak egy gondolat bánt engemet, hogy ha eltemet ki eltemet, előtt egy seggfej gyúrja át a seggemet. Pénzt keres, de majd csak verseket lát, a kéziratokból rak egy kisebb mágiát, s lángó oszlopocskaként melegíti legalább pár órán át, ami most engemet bánt. És még egyet hoztam, addig Füzi kolléga pihenhessen egyet. Bocsánat, kereső fázis van, de mindjárt meg lesz. Mint plussállat, ez egy szabadon vett variáció Zámbó Imre kiváló versére. Szeress úgy is, ha rossz vagyok, mert sokkal jobb már nem leszek. Szeress azért, hogy egyáltalán vagyok, mert ki tudja, lesz-e még, aki majd megszeret. Szeress úgy is, ha jól vagyok, és nincs okot haragudni. Akkor is szeress, ha néha jól vagyok, ha nincs baj, és elfelejtek róla hazudni. Szeress úgy is, hogy nem vagyok. Úgy, mintha csak képzeletben, mintha azt képzelnéd, magányos vagyok, én meg azt, hogy te lehetnél, akit szerettem. Szeress úgy is, ha rossz vagyok, mert nem lehetek jó hozzád. Így nem fogod tudni, hogy még meg vagyok. A fájdalomból, mint plüssállat, ha foltozzak. Ennyi. Köszönjük szépen, és az első két üzenetek kapcsolatban, meg úgy általában veled kapcsolatban is összeemlegetik a sokszínűséget, illetve a kísérletezőket. Ez szándékosan alakult így, egyfajta útkeresésen mutató be, vagy miért van ez így? Azt hiszem igen, tehát az útkereséshez sok köze van a dolognak. Nyilván, amikor az ember, vagy hát az emberről sokat nem tudom, csak a saját esetem azt, hogy amikor elkezd valaki verseket írni, többnyire kamasz, és többnyire kamaszosan ír verset, és azok a versek többnyire szarok, és patetikusak, és jelentős mennyiségű világfájdalom gyűlik föl bennük, mint a, tudom én, a geny. És az én életemben jött egy olyan pillanat, amikor mint a Isten, nagyobb mennyiségben találkoztam Orbán Otto verseivel, ami mint élmény egyszerűen fölnyitotta a szememet, hogy az ember nem csak úgy lehet érvényesen drámai vagy tragikus, nem az az egyetlen érvényes legitim nyelv, hogy valami tragikusról beszéljünk, hogy azonnal sparkol megszakad a szívünk saját magunkért. És nekiálltam a verseimet lényegében saját magamnak széljegyzetelni, hogy ez se érdekel, ez is hülyeség, már megint túlbeszéled, és ezek egy idő után beépültek a versekbe, és azt hiszem, hogy egyrészt innen ered ez a akkor hívjuk így sokszínűség, másrészt pedig nyilván abba is, hogy az ember keresgéli nem csak a hangját, hanem azokat az érvényes versformákat, amikben meg tud szólalni, és aztán nálam valahogy ez így marad, mostanában kezdenek egyre inkább egyfajta hang, vagy egyfajta kifejezés mód irányába menni a verseim, de nem garantálom, hogy az így fog maradni. Ha már szóba jött Orbán Otto neve, és még a többször is emlegetett őt, mint példaképp, mint egyfajta mentor, és mivel ma erről egy prózakötetet mutatunk be, én meg kell
kérdezném, hogy csak a lírában tekintesz rendőrként, vagy a prózában is, vagy a próza esetében egy másik mentorra találtál? Szoktak ezzel, mostanában volt még pár beszélgetés erről a hamarosan megjelenő kis regényről, és egy hete volt egy beszélgetés, ahol eljátszottuk azt az illető, aki beszélgetett velünk, hogy mondott pár nevet, lényegében totóztunk, hogy ki mennyire hatott rám, és én mindegyiknél kislányosan zavarba jöttem, elgyújultam, megköszöntem, hogy XXY-t hasonlított, majd jó alaposan letagadtam, hogy hatott voltam az illető, mert nem tudom valahogy prózában annyira tetten érni a hatásokat. Kizárni semmit és senkit nem tudok, vagy csak nagyon kevés szerző. Még azokat se, akiket nem szeretek, vagy valahogyan bosszant az írásuk, mert nagyon gyakran nálam legalábbis úgy működik a folyamat, hogy olvasok valamit, nem tetszik, és elkezd az érdekelni, hogy miért és hogyan nem tetszik, én hogyan csinálnám, és már sokszor azon kaptam magam, hogy olyan szerzőkét hatásra épülve az írásaimba, akiket tényleg normális esetben letagadnék és nem vállalnék föl. A versek esetében az Orbán kapcsolat eleve letagadhatatlan volt, és nem is akartam nagyon tagadni, már csak azért sem, mert nagyon büszke vagyok arra, hogy akár csak ilyen utólagosan az embernek kicsit oda nyalva magát egy nagyobb életműhöz lehet közöm a verseihez. Plusz ugye a Számvetésfordulóban van egy egész Orbán Ottó ciklus, ez pedig nem annyira irodalmi homás volt, mint egyszerűen mondjuk úgy alanyi költészet. Tehát nekem a lényegében a napi párbeszédeimnek egy nagy százalékát a halott Orbán Ottóval elképzelt párbeszédeim tették ki. Ez bizonyos tekintetben valószínűleg egy rossz irányú pszichológiai folyamat is. Most már ennek vége. Én úgy éreztem, hogy ezzel a tavaly megjelent verses kötettel végre azt hiszem sikerült kiadnom magamból, vagy pontot tennem ennek a dolognak a végére. Ez valami olyasmi, amiben úgy érzem, hogy jó értelembevéve le kellett számolnom, vagy szembesülnöm kellett vele. Hoztam most is egy Orbános verset is, csak nem akarok fogolykínzást tartani. Tehát lényegében a kérdésedre nem adtam normális választ, nem tudom felmérni a prózai hatásokat, de nagyon-nagyon kevés kivétellel bárki bármit mond, arra inkább rám mondom, hogy igen, mint hogy nem. A prózai bőrökéletre még nem sem feltétlen, mert nagyon sérülten biztos előttként úgy érősen sem jött be. Viszont most megkülönbözőt, hogy akkor most az Orbán-Ottó korszakot tekinthetjük lezártnak. Tehát, hogy elveszhetjük Orbán-Ottó korszakot, és akkor valamilyen szinten ez a két korát egységet alkot, és a jövőben másfajta versenyt láthatunk majd tőled. Igen, ugye normális költőknél, vagy ahogy én elképzelek egy normális költőt, az első kötet után szokott a cezúra lenni. Nálam ez nem egészen így alakult, valószínűleg ehhez annak is köze van, hogy én az első kötetet, nagyon nagy szerencsém volt vele, nagyon gyorsan megjelent, nem régóta publikáltam, még mikor nekem könyvem lehetett. És egy félkész dolog abban az értelemben, hogy egy folyamat felénél tartott körülbelül ez az írásfajta, amit én képviseltem akkor. És én most érzem azt, hogy ténylegesen ezekkel a nagyon sok posztmodern gesztussal élő, sűrű szerepjátszó, sok vendégszöveget mozgató, stilárisan nagyon sokféle versírással, részben tudatosan, részben magától is fölhagytam valamennyire. Csak ugye az a probléma, ugye te is azt mondtad, hogy hát nem biztos, hogy nevezhetjük ezt Vitesz korszaknak, persze, tehát az ember 24 évesen úgy, hogy fölperce verseket ír, nem szívesen használja a korszak, vagy bármi ilyen időjelző kifejezést, de úgy érzem, hogy ez egy szüksége, nem is azt mondom, hogy szükséges, rossz, egy szükséges állapot volt, ahogy én elkezdtem a könyvét. És amely szóba jött a szerepjáték, akkor most a 2000 szeptemberi számában kiderült, hogy már rég egy éve egy irodalmi szerepjátékot játszol, tehát Bruce Wayne Petrencesen a nevem mögött. Így az lenne most a kérdésem, hogy Pán Petrence verset felolvasni, és utána főként Petrencéről kérdezni lak. Rendben, a bennem lakó Petrence Sándor annyi pontosítást kér, hogy természetesen én már születések óta Petrence szerepben van, és az is az igazsághoz tették, hogy ez már egy régebbi játék, ezt
2010 eleje felé jelent meg az első adat, Petrence vers a 2000 folyóiratban. Ugye ez odáig fajult, hogy egy kötetbe torkolott, ami a mostani könyvhéten jelent meg, a Pré.hu-nál. Ebből hoztam három verset. A hangért elnézést kérek, nagyon-nagyon régóta nem olvastam fel Petrence Sándorként, és nagyon érett már, hogy most ez megtörténjen, ha bárki nem bírja, a menekülő arra található. Innentől a szó Petrence Sándorért. Vágó ki! Levágtam a kakost, levágtam a tyúkot. Levágtam a disznót, azért ilyen nyugodt. Levágtam a lót is, de az véletlenül. Na, ebbe a lóleves, mielőtt még kidűnt. Körül meg Dorsakváron elolvasztottam félig meddig a Artél Társaságot, mert mégis egy jelentősebb költészet nyilvánulik meg itt most általam bennem. Ezt drága Miklásemhez, Rózsikámhoz írtam, ezért sok gondolkodás után azt a címet adtam neki, hogy Rózsikám. Rózsikám. Hely, ha az én Rózsikám viszont szeretne, ha száraz kenyérmám, akkor sem kellene, a kecske sem mám ellene, nem sívogatna mám a tavasz szellete, tulajdonképpen le vagy szarva, Rózsikám. Na, ezt, amit így utoljára hagytam, mert hogyha azóta elképzelésem így az irányba nekem, hogy legyen valamilyen lírai, szomorú darab is, mert hogy ember mindig csak ugye derülni. Na most ha ez egy elégia, oda is írtam, hogy hagyott, facsírtak, elégia. Így szól, hogy tessék, ugye, így szól, na. Íne ha, bezzek, hogy sütött így tavaly víg, szívem napsugára. S mi lett nem sokára? Fontán tetejére ráhagyott a kajdik. Kis enyhet szívembe, kiadna vitelbe. Áthagyott, mint hétvín. Pacsintábú pingvín lehetne így, ha bézárná a frigiderbe. Kinyígyek a konyhába, sátít, így szaka. Állok neon fényben, mint egy horror filmben, frigón előtt. Réblik vég az ebéd szaga. De nem látok át a vállam, mint fellegen. Lelkem kidült fasírt, bánt belejtett acsírt. Nem nyitok már hűtőt, hagyjál tovább pörkőt. Így lett áll minden, mire lépjű elegem. S mi vezetett ahhoz, hogy publikáljuk ezt a kérdésekből? Hát, na most már válaszolnék így előre. Ez mégiscsak a torok kímélés, ugye. Itt mosom kezeimet, és minden felelősséget Margócs Istvánra, a 2000 szerkesztőjére háríthatok, akit én még kezdő egyetemista voltam, talán első éves, igen. És hát órára ismertem egy kiváló irodalmár, aki nagyon morc fejet tud vágni, amikor órát tart, és egyszer már beszéltünk akkoriban, mert a 2000 elvesztette a még saját néven beküldött verseimet, és ezt finoman jeleztem felé. Körülbelül ennyi volt a mi ismerettségünk akkor, és nem tudom, hogy milyen indítatásból én odaadtam neki pár Petrence verset, amit én kizárólag a saját szórakoztatásomra jöttem, meg a legszűkebb értelemben lett környezetemére, és el nem képzeltem volna, hogy ebből egyszer kötet legyen, vagy én ezért pénzt vegyek föl honorárium gyanánt, vagy bármilyen pozitív visszhangot kapjak rá, de abból indultam ki, hogy hát, hogy Margócsinak úgy látszott, hogy neki úgy van humora, úgy igen. És odaadtam neki ezeket a verseket, gondoltam, ha egyszer erről ölgi magát, akkor már nem éltem hiába. És sétáfikálok az egyetemen, és egyszer csak jön szembe Margócs István, aki azt mondja, hogy hát elolvasta a Petrence verseket, és megkérdi, hogy elnézést, hogy hát kolléga, honnan, igen, akartál már ezt közölni? Hát mondom, hogy ki a jó Isten az, aki ezt lehozná? Mi mondta, hogy én. Innen indult az egész, elfogadták a verseket, írtam mellé egy szép levelet, amiben arról, főleg arról érdeklődött Petrence Sándor, hogy milyen honorárumot fog kapni, és ugye szalonnába, tubákba, pálinkába átvehetie. És akkor föltette még Margócs azt a fontos és kritikus kérdést, hogy az én nevemet is fölé írjuk-e.
és abban a pillanatban dőlt el, hogy ebből játék lesz 2009 vége felé. Hát azt mondtam, hogy ne. Provokáljuk egy kicsit az irodalmi életet, divatosak, szóval azt mondanám, trollkodjunk. Nézzük meg, hogy a szerkesztők hogyan reagálnak a Petrence levelekre, a Petrence versekre, ki miért bukik ki rajta, vagy miért és hogyan tetszik neki, és az igazság, hogy pozitív és negatív tekintetben egészen változatos szerkesztői válaszokat kaptam, nagyon beszédes nem válaszokat is nem kaptam, és hát a kötetnek fele egyharmada ebből a levelezésből jött össze, amiben egyébként szerintem a jobban sikerült részek a szerkesztői levelek, nem annyira Petrence úr provokatív szösszenetei. Akkor tehát az elejétől fogva még volt a terv, hogy te valamikor le fogod állítani a leplet erről a személyazonosságról, és akkor már erre meg is kaptuk a választ. És mik voltak a legjobb reakciók ezekre a versekre, amit téged érintettek, illetve mik voltak azok, amiken a leginkább meglepődtél? Ja igen, gyorsan annyi válasz kiegészítés, hogy hát a terv eredetileg az volt, hogy várok egy kicsit, aztán majd leleplezzük. Aztán amikor látszott, hogy ebből lehet egy könyv, hogy Tarján Tamásnak is, Fráter Zoltánnak, Horváth Ivánnak, sokaknak tartozom köszönettel, akik ebbe az irányba terelgettek engem. Tehát amikor látszott, hogy ebből lesz egy könyv, akkor úgy képzeltem el, hogy csináljunk egy nagy irodalmi happeninget, hogy megjelenik Petrence Sándor könyve, és én akkor mit tudom én kecskén belovagolok, és majd ott mindenki elájul, hogy úristen, ez az a névtelen kocs, akit eddig nem ismertem, és arra mondtam, hogy ez nem annyira elegáns és finom módja a leleplezésnek, úgyhogy emiatt plusz az is nagyon érdekel, hogy milyen kritikák születnek erről a könyvről, úgyhogy nem tudjuk, hogy ki a szerző. De általában engem foglalkoztat, hogy ha leveszik a szerzői nevet, akkor mit mondunk egy irodalmi műről. Amikor elkezdtem összerakni a kötetet, én magamnak 8-as betűmérettel kinyomhattam Petrence úr összes oda-vissza a levelezését, és ez egy ilyen durván 60 oldal lett, ilyen egyes sor közzel. Úgyhogy ténylegesen volt munka ebben a kötetben, csak amik ezeket összeszedtem. És két nagyszerű levélváltás volt. Az egyik az, amikor a kortárstól, ahova tényleg provokatív éllel küldtem be ezeket a verseket, jött egy szerkesztői válasz, hogy ezek a versek fantasztikusak. Kicsit avítasok, de nagyszerűek, tehetségesek, iszonyú jók. Majd ilyen két hét eltelt, hogy jött egy visszafogottabb válasz, hogy köszönjük, nem közöljük. A másik pedig, ez ugye nem volt megbeszélve, hogy felolvasom, de azt hiszem, hogy nem fogom megtalálni, és tényleg majd nem olvasom fel. Megvan. Ezt a vörös postakocsitól küldte egy szerkesztő, akit nem nevezek meg. Nem teljesen a mostani szerkesztő gárdában, tehát ebből még nem lehet feltétlenül következtetni. Bocsánat, húzom bele az időt, de költészetben beszél a kolléga, azt hiszem. Azt mondja. Nyelvhasználata a korai sértőkálmára emlékeztet, még a hungarista korszaka előtt. Csak hogy sértőkálmán nem létett helyesírási hibákat, nem álnyelvjárásban írt, nem álprimitív, hanem egyszerűen nyers, naturális képekkel rajzolta meg azt, amit ő falusi életnek látott. Az olyan szövegeiről nehéz megítélni, hogy paródiák-e. Ha igen, akkor a paródiának rossz indulatú és lenéző, a múlt század elejé pesti kabaré műparasztjait idéző változata, mely a mérpi figurát gyenge elmélyű, az általános iskola második osztályában megrekedt alatnak állítja be. Ezt egyébként kikértem magamnak. Érezni a humor szendékát a verseny, de a magamfajta olvasó ezeken a sorokon csak szorongva nevet. A verseny látszik, hogy tanult irodalmár, másik életében talán sikeres költő vagy író, ebben egyetértett a szerkesztő Petrence. Petrence Sándor teremtett alapja valahogy nem homogén, ezt nem értette, hogy mire vegye, de kikérte magának. Rontott nyelve alapján a falu perifériájának lerobbant egzisztenciája, közel a fél alkoholista, fél bolond együgyiséghez, ezt ugye a fröccsön mellett mondjuk nem tagadhatom. Kelsánszki elesett alapjaihoz hasonlít, eltúlzott és felületesen kidolgozott a nyelvjárása, jön a felsorolás. A tiszai nyelvjárás hajdúsági, bihari, ága, némi erdélyi, sőt lakatos, Demeter, messzi, csángó nyelvére emlékeztető változatokkal. Nyelvében, írásmódjában feltűnő, diszonáns és zavaró az erőltetett tudatos rontás. Kedvenc részegyben a vége. Nincs kidolgozva a figura lélektani, szociokulturális, néprajzi karaktere.
nem érezhető az az intertextuális háló, amelynek ezek a szövegek részét képezni. Kommentát nem tudok fűzni hozzá. És fogunk még találkozni Petőnte Sándorral? Lesz még kötet, lesznek még versei, amit megjelennek? Ez a hány óra van meg az asztüzet mellett az utóbbi hetek leggyakoribb kérdése így a top 5-ben. Terv szerint nem. Tehát én úgy raktam össze ezt a kötetet, hogy éreztem, hogy itt most valamiből annyit írtam szerintem, amennyi elég, vagy sok, de hogy kevés, az biztos nem. De Petrence Sándor él és mozog, ebben ketten osztozunk egy nagy felületen, ami néha elég fárasztó tud lenni. Minden esetre abban biztos vagyok, hogy ameddig Petrence Sándornak valami új dolog eszébe nem jut, valami releváns, ami őt is érdekli, addig nem fog újra megnyilvánulni. A Facebook profilja él, és azon keresztül eléri a külvilágot, de hogy a 2000-ben is írta a Sándorunk, sajnos hát a tinta elfogyott kis pocsolságot, mert felhasználta az összeset, úgyhogy nehéz helyzetben van. Egy családtörténet prózai feldolgozása mocargott benne egy darabig, de jelenleg úgy érzem, hogy ezt sem érdemes most épp erőltetni, mert erőltetett lenne. Történelős is megpróbálta megölni Sándor, csak nem jött össze neki. Viszont most érjünk át akkor a szilárdoszimfóniáira, ami a legújabb kötetet lenne, hogyha megjelent volna, és nincs következő kérdés, hogy mikor fog végre megjelenni. Nagyon sajnálom, hogy a kiadótól nincs most itt senki, mert ugyanezt a kérdést intézném hozzájuk. A helyzet nem egyszerű. Október legvége vagy november eleje van kilátásban, már csak azért is, mert különben a könyvbemutatók is elég furcsán fognak telni. Jelenleg ott tartunk, hogy az ördelés már majdnem kész, de gyorsan, tényleg gyorsan és lelkiismeretesen dolgozik a kolléga, úgyhogy ennél hát biztatóbbat vagy elkedveteni többet jelenleg nem tudok mondani. Mi türelmesen várunk, és mióta írod, kimondottan a Cyrano novellákat. Ugye az elhangzott, hogy már a pályád legelején óta írsz novellákat, de mikor született meg a Cyrano alatt, és mikor kezdted el ezt a ciklust? Azt hiszem, hogy még gimnazista koromban, ami persze, ugye azt tudni kell, hogy ez a Cyrano című, én most már tartom magam ehhez egy kis regény, mert túl sok helyen mondtam, azt, tehát én konzekvensen ennek fogom írni. Szóval ez a kis regény, ennek a főszereplője tulajdonképpen egy kivétele 6-tól 14 éves korig terjed. Egészen változó, hogy mikor épp mennyi idős. És hát ugye egy gimnáziumban hogy indul az ilyesmi dolog? Az ember nekiáll valamilyen én szöveget írni, amiben lényegében azt kívánja megénekelni, hogy neki mindenben igaza volt, ő mindent jól csinált, és ott volt a rettentő primitív, őt meg nem értő hülye környezete, ami csupa szemétládákból állt. Na most hát ez úgy nem tűnt egy olyan kiforrott, kiérlett prózai koncepciónak, és egy novella volt, ami éveken keresztül mindig egyre rosszabb változatra lett megírva, és ennek a főszereplője lett ez a Cyrano nevű kisfiú, aki olyan baromi szellemes, hogy állandóan saját magán összeölődött, és úgy érezte, hogy ezzel ő már rokonsági kapcsolatba került a rossz figurával, szegény nem tudta mekkorát tévedett, és nekem itt majdnem vége lett a dolognak. És aztán egyszer megszületett egy olyan történet ennek a főszereplőnek a főszereplésével, aki viszont már nem volt annyi köze hozzám. Sok főleg rossz tulajdonságokat megörökölt tőlem, de konkrétan egy másik figura volt, mint én. És onnantól kezdve, hogy lejött rólam ez az önigazoló teher, ami egyébként többnyire a legrosszabb prózáknak a sajátjuk, mikor valaki saját maga mosdatására használja az irodalmat. Onnantól kezdve én nagyon vígan-virgoncan irogattam ezt a... Most a tördelés jelenlegi állása szerint 220-30 oldalra kijövő valamit, kis regényt mondom én. És aztán ugye ezt pedig már mondtam, hogy lett egy pont, ahol ez novellás kötetből részben piaci okokból is regényé a vonzsát. Kaptunk most egy jelenzetet, hogy miért nevezi magát Cyranónak ez a figura, de te miért felszóltad, hogy Cyrano példaképül ez a figurához? Rendes beszélgetésen nem mondjuk azt, hogy halvány lila gőzöm nincs, tehát van. Hasonló megfontolásokból, mint a főszereplőnk. Tehát ezen a lélektani ponton még nem volt olyan nagy különbség figura és szerző között.
És mert az előbb a beszélgetésén is felvetettem, hogy a belsejét között áll és a szerepteles állandóan visszatérünk, hogy mondom, hogy egy kicsit barátom, hogy beszélgetem kapcsolatban. És ehhez kapcsolódó, hogy Szilánó is csak egy újabb szerep, vagy valamennyivel mélyebben kötődik hozzá, hogy fel lehet állítani egy kis vállát egyáltalán. Lehet, de nem ért, de most én nem állok neki skálát felállítani. Szilánó azt mondom, hogy kevésbé vagy nagyon másképp kötődik hozzá, mint Petrence Sándor. Tehát én nem tudom megmondani, hogy a Petrence figura melyik részéből jött ki a személyiségemnek, tehát hogy ilyen melyik előző életemben lehettem dilettáns népi költő, de valami köze nyilvánvalóan van, amikor Petrence Sándor nyilatkozik, akár ilyen hangon, akár ha éppen fölveszem az általam generált társzolást, akkor én beszélek, csak más mondok, mint normál esetben. Szilánó pedig az én elképzelésem szerint egy rendes mezei regény figura, aki nagyon vegyes, hogy mit örököl tőlem és hogyan, és a jövőben is, hogyha tudom folytatni ezt a történetet, akkor valószínűleg nagyon másként fog, vagy sok részben másként fog felcsakeredni, mint én intellektuálisan is. Úgyhogy én őt nem tekintem alter egónak, ugyanolyan regény szereplőnek tekintem, mint az összes szerencsétlen másik kis kampót ebben a regényben. Akkor tehát készülsz folytatni a Szilánó ciklus. Ugye a novellek kis regényben főként az általános iskolai éveket örökíted meg, de például találkozhatunk majd a gimnázium és az egyetemi éveiben is. Sokáig nem voltam biztos ebben a dologban, hogy ezt érdemes-e folytatni, de abban megállapodtam magammal, hogy ez vagy egy könyv, vagy három. Senkit nem akarok megijeszteni, egy nagyon nem úgy néz ki, hogy itt gyorsan lesz bármi folytatás, de már egy olyan kicsit több, mint egy éve dolgozom különböző prózaszövegeken, ezekből nagyon kevés megjelent, most majd valamikor az évben lesz egy hosszabb részlet. És most ott tart a dolog, hogy amit folytatok, az már egy sokkal regényszerűbb regény lesz, a nulladik pillanattal regénynek készül. És hát ez már a másik, amit gondolkodtam, meddig lehet végigkísérni ezt a karaktert, és végül megállapodtam azon, vagy abban, hogy a magyar oktatás nagyszerűen beosztotta nekem ennek a karakternek az életét, általános iskola, középiskola, és vegyék már fel a nyomorult az egyetemre. Utána még egy kicsit, valamivel azt hiszem, hogy mire véget ér a történet, van belőregebb lesz, mint én most, és lesz egy pont, tudom is, hogy melyik pont, ahol elbúcsúzunk tőle, és nem lesz egy információnk róla. Ebben vagyok a legbiztosabb, hogy nem akarom végigírni sem Szilánó életét, sem a sajátomat nem akarom ennek a történetnek a megírásával tölteni, de tehát jelen pillanatban úgy néz ki, hogy még két regény lesz majd évek alatt. Tehát nem lesz belőle egy magyar érzően pont. Viszont ami belsőre végig tekintünk, akkor feltűnő, és ezt a legtöbb kritika meg is jelzi, hogy feltűnően sok a szerelmi néra, még ha ez egy kiporított szerelmi néra is, és a kisregényt elolvasva is feltűnő, hogy nagyon-nagyon sokszor visszatér az általános iskolások szerelmi problematikája. Miért alakult ez így? Hozzadjuk zavarba, hát lehet, hogy erről a lányokat kéne megkérdezni már ilyen életrajzi tekintetben. Sajnos egyik volt osztálytársai sem volt hajlandó eljönni erre az este. De valahogy nem tudom érteni, hogy miért nem. Nem akarok most, könnyű megoldás lenne, ha azt mondanám, hogy a divatos trauma irodalomnak mintájára épülnek az én szerelmi traumáim. Nem tudom, azt hiszem, hogy ez egy... Vagy az én olvasottságom gyér, vagy pedig tényleg ez egy olyan képes, kicsit közös terep, amiben nincs még annyira, tehát nincs annyira kidolgozva ez a dolog, hogy mondjuk mi a lószat, na bocsánat, mit csinál egymással két 10 éves gyerek? Hát ma már felvilágosultabbak a gyerekek, lehet, hogy olyat is, amire én akkoriban nem gondoltam volna, de hogy ez egy ilyen nehézkes, furcsa dolog, én úgy láttam, hogy erre nem nagyon, vagy csak esetleges irodalmi nyelvváltozatok vannak, holott hát azért mindannyian jó esetben voltunk 8-tól 14-ig évesek, és hát persze az is lehet, hogy az én érteklődésem alakult nagyon korán, nagyon egy irányba is maradt így máig, de hát azért mégis a legnagyobb dolog az volt, hogy vannak lányok, vagy vannak fiúk, és azok mások, mint mi,
és ez valami érdekes, és a maga furcsa módján vonzóan is volt, és már az. Szóval, hogy én nem tudtam volna elképzelni, hogy hogyan írjak meg egy fiatal kis költőt, aki nem állandóan szerelmes, de lehet, hogy velem van valami probléma. És akkor kicsit visszatérünk a versekhez. Szintén, hogyha az előző tétkötetett kritikáit nézzük át, akkor az is rendben visszatérő fordulat a számvetésforgó kritikáit kapcsán, hogy nagyon sok próza nyelvében hajlunk fordulatot használsz a verses kötetekben. De említetted már, hogy a pályád eleje óta írsz novellákat, ez ebből és így logikus lettünk a novellák kis regény későbbi publikálása, vagy teljesen szándéktalan volt úgy így, ám mégis mindenként én a magadénak tartok. Azt hiszem az utóbbi, tehát szándéktalanul, de nem, azt hiszem, hogy még a kamaszkori dilettantizmus másnapján, tehát így épp, hogy amikor már valamennyire kevésbé dilettáns verseket írtam, akkor kialakult egy ilyen nagyon erős ellenfolyamat, egy ilyen óckodás a versszerű verstől, a klasszikus versformáktól, ami valljuk, de azért általában a dilettánsok többségére még valamivel inkább jellemző. Van egy pont, amikor még nem jönnek rá, hogy szabad verset nekik akkor rossz színvonalon egyszerű bírni, mert nem kell benne rímelni, hanem még megpróbálják. És azt hiszem, hogy nálam valamiféle tényleg ilyen visszaható folyamat volt ez, hogy akkor egy kicsit evezzünk el ettől. Mert hát nyilván ugye az embernek, amikor elkezd szágulni a műveltsége, és látja, hogy mi a franc is az a szabad vers, milyenek a prózai versek, milyen ugye egyébként a kortárs irodalom, akkor ezért nagyon kitágul a költői világa is, mert hát a szabad vers az, legalábbis az én értelmezésemben, rohadtul nem arról szól, hogy engedjük ki a margóig a szöveget, és nincsenek benne rímek. A szabad versnek sokkal nehezebb ritmus találni, már pedig van neki, ha jól érje meg az ember. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez a prózaiság, ez inkább valamiféle blaznitsággal, pátoszkerüléssel, dolgok, szándékos, kicsit ironizáló túlmagyarázással van kapcsolatban, amit mostanában, amit beszéltünk, hogy most megpróbálok valamivel versszerű verseket írni. Azt hiszem, hogy most van az, amikor én ettől már egy picit elevesztem, főleg az ironizáló részétől. Aztán lehet, hogy visszatalálok a dilettáns kapanciákhoz, hoztam egyet az új versek között, majd amikor ez elhangzik, akkor lehet, hogy kiderül. Azt mondja, hogy őt olvassam fölük, vagy ha csak azért mondom, hogy úgy őt kell hibáztatni megint csak. Nem, tehát szellősekben van szedve, mint amennyinek az oldalszámból tűnne, nem kell aggódni. Az a cím, hogy Szerenál. Tessék, várjatok! Látod, a jövőben látok. Már meg sem ijesztesz. Tisztán látszik végre minden, ami nem lesz. Lassan már egy éve, hogy nem láttalak. Mégis hiszem, hogy létezel. Elég szegény vagyok, itt állok egy szál hídben. Igaz, jóval több is, mint egy éve már, hogy a dolgok mienségétől függetlenül is eléggé fáj minden. Voltak szép perceink. Te mondd meg, én már tényleg nem tudom. Ha bármi volt, ami szép, annyira nem, hogy kimond. Nem tudom, mi hiányzik benned, így viszont egy rossz szót sem szólhatok. Elkeveredsz, mint a szétszórt lapok. Süt a nap, átsorgok. Nem szeretlek. Elhagytok egy koldust, gondolkodom. Megjegyzem, mielőtt még megváltozik a pillanatot, most pont jól tudom. Ha poszlányokban maradt még bennem egy kevés harmónia, mint egy fázó kisállat elhűnt anyjába kapaszkodnék abba, aminek nem szabadott volna elmúlnia. Élni kicsit, mint bennem rekedt halvány emléke magamnak. Bevárni ki életem múlásáról, végtelenül vagy önszántukból inkább lemaradtak. Ezt kellene tennem, én meg mégis veled mérgezem magam. Emlékedet eszem, viszont azt lélegzem, az vagyok. Örök hétvégi csend, pedig ma még csak kedd vagy szerda van. Mint úszni csak a rendkedvéért tanuló, ügyetlen, nehézkes városi gyerek, ki inkább megbújik a tétlen sásban, mert már a partnál túl mély volt a tó,
napról napra reménytelenebbé, csepről csepre fogyatkozó erővel kereslek folyton minden másban, s lassan beleőrülök, ha mégsem vagy pótolható. Milyen lehetsz most? Merre jársz? Kik a barátaid? Fested-e magad? Hogy van anyád? Eszel-e rendesen? Vagy csak ami reggelről marad? Van elég pénzed? Szeretsz-e valakit? Sírtál mostanában? Mivel telnek a napok? Követed a híreket? Gondolsz-e a múltra? Hogy hordod a hajad? Kikkel tartasz haragot? Keressük egymást! Beszéljük meg, hogy teltek mostanában a dolgaink. Mintha gyerek volna még a nyár, és biciklit tolna kint, a ház előtt, míg mi a fűben játszunk, almát lopunk szomszéd fákról. Legyen szükségünk egymásra, hogy ne lehessünk otthon bárhol. Örültség gondolja magában, mégis ennek itt és most nem szabad a végére érni. Örültség gondolja magában, ezek után bármit is gondolni magában, s leírni. Örültség gondolja magában, s talán mégis így van, hogy most utoljára beszél hozzá. Örültség az úgysem olvasod, ne is olvass soha, ne remélhesse, hogy feloldoznád. Ha felteszek egy kérdést, nyilván nem fogok, de azért majd lehetőleg rögtön mond nemet. Ártozott vagyok, s tőlem te is. Nagy hiba volt annyit keresnem, s benned találnom meg az ünnepet. És ha végig tekintünk az előző kötetei mellé jöttünk számokra, akkor azt látjuk, hogy lassan már minden évben jelenik meg köteted. Ez így marad a jövőben is, vagy most egy kicsit pihensz? Nagyon remélem, hogy nem marad így, ugyanis ez annak köszönhető, ez nem úgy működik, ahogy én azt nagyban elképzeltem, az ember megír valamit, arra azt mondják, hogy jó vagy rossz, de mondjuk azt mondták, hogy jó, és akkor az úgy meg is jelenik. Tehát ez sajnos nagyon nem így megy, hanem a dolgok felgyűlnek, nem kap rá támogatást, nem úgy alakul a kiadóval a dolog, a szerkesztővel, ezzel, azzal, amazzal, és ott van a kéziratban az a nyomorult könyv, nem jelenik meg, majd mire megjelenik, már az ember rég túl van rajta, a fejben máshol jár, és úgy kell róla beszélnie, jelen esetben például a Cyrano az egy majdnem 3 éves kézirat, csak újra és újra és újra dolgoztam sokszor, hogy már tulajdonképpen nem is tudja, hogy akkor mi is jár az ott a fejében, nem így egyébként úgy túl már, de legalább akkor hitelesebben játsza el. Most ez azért egy nagyon más, nagyon lassuló folyamat, egy könyv lehet jövőre, de valószínűleg megteszi nekem az irodalmi élet, az irodalmi rendszer azt a szívességet, hogy ne jöjjek zavarba, hogy tessék minden évben ott van egy rohadt könyvem, mert a jó ég tudja, hogy mikor fog megjelenni. Ez, ha jól számolom, olyan 2,5 évnyi vers és 30 szöveg van benne. Tehát kellően vékony lesz ahhoz, hogy szerény pillantásokat lesek és elmondjam, hogy én alig írok. Illetve az a regény, amit mondtam, az még nagyon az elején van, és korán sem lehet tudni, hogy az ír egyáltalán bármit, úgyhogy le fog kigadni ez a folyamat, most már előtt is mind gondolom az ember. Ezt még gondolkozok, hogy mit jelöltek, és délután újra számoltam, hogy jól emlékszem, mi is ezt az estet, mert 2 éve beszéltünk meg egyszer, hogy megtartjuk, hogyha lesz novelles kötetet, tehát most megtartottunk, de novelles kötet még mindig nincs. Egy oldal van. És nem tudom, van-e még 5 szöveg, mert én már kifogytam a keresztbe valóból, hogy ezt még olvasd fel. Hát akkor elbúcsúzás gyanánt. Gondolkodtam, hogy én mit hozzak egy kisregényből, ami vagy kisregény, vagy nem, vagy összefügg, vagy nem, és vagy megjelenik erre az alkalomra, vagy nem. Tehát abból indultam ki, hogy nagyon mellé nem lehet lőni, hogyha az ember elhozza a legelső oldalt. Elhoztam a legelső oldalt. Most persze mindenki a felhozatalt nézi. Nem mintha egy elsőre és külsőre olyan sok következtetés lehetne levonni, gondolják egymással sutyorogva. Mégis az idegörlő évek állandó készültsége, a folytonos borotva élen táncolás és önfegyelem gyakorlat után az emberbe szabályosan belénő, egyenesen a csontjai alá ez a 7. érzék, amivel dacára a fentieknek, mint húzát a kocsútól el tudja választani az izgő, mozgó, rövid és
mesélő, síró, taknyozó, ugrabugráló időzített bombák tengerében, a minőségét és a kígyáró. Minden évben így zajlik ez, már ki tudja mióta. Ezen a helyen legkorábban nyilván csak az alapításhoz számítva, de valami mégis azt súgja, hogy talán még régebbtől fogva, talán még az őskorból eredhet, talán már akkor is így zajlott le minden. Nevezetesen, hogy a négy kiválasztott, akiknek most ennek az egész, épp hogy csak le nem szakadó esős párás, de közben valahogy tűző napon játszódó ősi rituálék, már mind előlegben ott görnyed sokat próbált vállain, félrevonul az udvar sarkába, ahonnan azok majd a szögletet rúgják 8 éven át, ők meg cigizve megtárgyalják a jövőt. Tudják jól, hogy ők most az eljövendő világ beavatott, és már mindent látott titkos papnői, akiknek akár egyetlen apró mozdulatán is, ahogy mondják, az effektíve minden múlhat. Érzik a súlyt, de már nem remegnek alatta. Tűrik az igát, és ha az igát nem is, magát a tűrést élvezik. Na bazd meg, Erzsi, megint te vitted a használhatókat. Erzsike szabadkozik, szükségét érzi, hogy már-már irigységet tettessen, az övénél valóban klasszisokkal gyengébb másik három adagra pillantva, mutogatva itt is, ott is egy-egy jobb darabot vigasztalásképp a többi kupacból is. Az. Az ott nézd, amelyik az orrát túrja. Nem, ott mellette. A kis szőke. Hát nem tudom, ha te mondod nyilván, de azért szerintem megint csak te kaptad a javát, mi meg a férgesét. Azért nincs harag. Elnyomják, és arcukon már csak a szolidaritás okán Erzsikéjén is, ezzel is dacolva egy cseppet az ősi mitikus protokollal, a másodperc töredékeit felfedik őszinte fáradtságok és kiábrándultságok, urambocsák undoruk örökkön állandó elegét, majd felöltik a 20 évet ugyanolyan, évente csak párszor használatos ünnepi múzaik mellé viselt, kötelezően bizakodó, bátorító, szinte anyai mosolyt. És most üdvözöljük közösen az idei első osztályosokat. Az ablakban a szülők gyermekei őszinte értetlenségére infantilis módon ugrálnak. Integetnek, mutogatnak és vakuznak, amikor rádöbbennek, hogy most az övéikről volt szó, és az üvegen át mutatják is csemetéiknek, hogy azok vagytok ti. Azok közül meg az a néhány, aki épp odanéz, szemével, mintha azt felelné, tudjuk, most minek kell így gyerekeskedni, ez csak egy évnyitó, majd hazafelé kaptok fagyit, addig még bírjátok ki valahogy. Üdvözöljünk közösen az idei első osztályosokat, akiknek ezennel kívánok minden tanár és felsőéves diák nevében boldog és sikerekben gazdag első tanévet iskolánkban. A mikrofon megreccsen, az égen felhők gyülekeznek, pár falfehér kisgyerek összeesik, bár vihar közeleg, a nap csak azért is valósít, az égiek pedig tanástalanul néznek össze, most akkor lesz áldozat vagy sem, de csak eléneklik a himnuszt, meg a szózatot. Még páran összeesik. Így képzeli minden esetre, vagy legalábbis gyarló képzeletünk szerint valahogy így képzelheti mindezt a 118 érintett közül az az egyetlen kisgyerek, aki némi hevei márka okán ezen a szeptember 1-én, s a dolgok ilyetén alakulását látva, ezt végső soron egyáltalán nem is bánva otthon maradt. Róla szól majd ez a könyv. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük a figyelmet, és még azt szeretnék kérdezni, hogy ha a közönségben maradt egy kérdés, akkor ezt most bátran fel lehet tenni. Ha pedig nem, akkor köszönjük a figyelmet, és további szép estét kívánok. A lakossági fórumot megnyitjuk, gyere ide valahogy, és nyújtom a mikrofon.